nem csak az új koronavírussal fertőzöttek és az elhunytak, hanem a gyógyult betegek száma is növekszik Magyarországon. Mint Müller Cecília, országos tisztifőorvos elmondta, az egész ország területén jelen van a vírus, éppen ezért fontos, hogy mindenki tartsa be a védekezéssel kapcsolatos előírásokat. 585 főre emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma Magyarországon. Az elmúlt 24 órában további egy elhunytat regisztráltunk, így mindösszesen 21 főre emelkedett azon honfitársaink száma, akik elhunytak a betegségben, illetve valamilyen alapbetegségükre rakódott rá a fertőződés, és ez okozta a halálukat. Az elmúlt 24 óra elhunytja egy 70 éves férfi, aki szívérendszeri megbetegedésben szenvedett, és további anyagcserebetegsége is volt. Jó hír, hogy a betegek, illetve fertőzöttek számával egy időben a gyógyultak száma is növekszik. Immáron 42 főt tartunk nyilván, aki meggyógyult a betegségből. A mintavételek száma értelemszerűen a fertőzöttek számával egyenes arányban nő, hiszen minden gyanús esetet laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzünk, és az ő kontaktusait, aki szoros kontaktusban volt vele, őket is laboratóriumi vizsgálattal nézzük meg. Tehát a fertőzöttek számával mindig növekszik a laboratóriumi mintavételek és vizsgálatok száma is. A helyzet az elmúlt napokhoz képest annyiban változott, hogy egyértelműen növekszik a fertőzöttek száma az egész ország területén. Ez változatlanul érvényes minden megyére, és akár minden településre is, hiszen nem tudhatjuk, hogy hol üti fel a vírus a fejét. Most már elmondhatjuk, hogy az egész ország területén jelen van, napok óta ezt mondjuk, és nem is mindig igazolható a fertőződésnek az útja. Tehát olyan sok kontaktus történik a fertőződések során, amit éppen el akarunk kerülni, ami már nem mindig teszi lehetővé az eseteknek a teljes feltárását, hiszen számos alkalommal már nem is lehet pontosan megmondani, hogy ki kitől kapta el a betegséget. Ezért változatlanul felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fertőződés lehetőségét minden lehetséges eszközzel akadályozzuk meg. Ez alapvetően azt jelenti, hogy az emberek ne találkozzanak, vagy csak minimális szinten találkozzanak egymással, tartsák be az egymástól való távolságot, és csak is akkor hagyják el otthonukat, hogyha az feltétlenül szükséges. Közel 5000 állatért felel a Nyíregyházi Állatpark 140 gondozója. Az állatokhoz tartozó munkákat, mint például a takarmányozás vagy a takarítás, minden nap el kell végezni. A koronavírus miatt nincsenek könnyű helyzetben az állatparkok. A járványhoz kapcsolódó rendeletek értelmében a Sóstó Zoo is bezárta kapuit a látogatók előtt, és a dolgozók is két csoportra osztva látják el az állatok körüli feladatokat. Hogy minél kevesebbet kelljen a dolgozóknak kint tartózkodni, a távolabb élők és az állatpark orvosai ideiglenesen a Hotel Dzsungelbe költözhettek be. A jelenlegi helyzethez hasonlót már átélt a nyíregyházi attrakció. 2004-ben a madárinfluenza nehezítette meg a működésüket. Jelenleg az egyik legnagyobb problémát az állatok etetése, illetve a táplálékuk beszerzése jelenti. A nyíregyházi állatparkban több mint 5000 állat van, konkrétan a hangyától az elefántit mindenkit etetni kell. Ha a napi takarmányra gondolok, akkor alapvetően csak napi szinten húsbor, egy mázsa fogy el, 3-4 mázsa zöldséggyümölcs, 5-6 mázsa széna, szemes takarmányból is 4 mázsa általában, és akkor nem beszélünk például a fókákról, akik például tengeri hallal táplálkoznak. Mielőtt például kitört itt a járványt, és már sejteni lehetett, hogy egyre jobban terjed, akkor betárasztunk tengeri halakból, tehát körülbelül olyan 3 hónapnyi adagunk van még,
de ki kell porciózni az adagokat, és ugye naponta ők rengeteget fogyasztanak. Úgyhogy mindenki, hiszen az állatparkot az ott dolgozó második családjuknak tekintik, oda teszi magát ebben a helyzetben is. A helyzetet tovább nehezíti, hogy március 16-ától nem fogad látogatókat az állatpark, így az élelem szállításán túl annak beszerzési költségei is problémát jelentenek. A sóstózó rendelkezik vésztartalékkal, és ha a helyzet súlyosbodna, a tulajdonos, vagyis a nyíregyházi önkormányzat segítségére is számíthat a vezetőség. Emellett pedig egy új ötlettel is előálltak, április 1-től bevezetik a segítőjegy akciót. Ez egy egységes 2300 forintos belépőjegyet takar. Ahogy kinyitak a kapuink, ezt 12 hónap keresztül felhasználhatják, a megvásárlástól kezdve, és óriási az érdeklő, hogy bízunk a közösség segítő erejében. Mi segítjük őket, hiszen például jó tévéadás, hiszen mi otthonaikba, a mi világunkat, rengeteg pozitív élményt és megjegyzést kapunk, hogy még szeretnék, mert hatalmas energiát nyújtunk ilyeneknek, és meg is hálálják ezt. Úgyhogy bízunk abban, hogy segíteni fognak az emberek. A jelenlegi feltételezések szerint az emberszabású majmok, orángutánok, gorillák veszélyben lehetnek a koronavírus miatt, az ő gondozásukra ezért külön protokollt vezettek be. A vezető állatorvos már 2 hete elrendelte a maszkok viselését, de az emberszabásúakhoz a gondozók csak fokozott fertőtlenítés után speciális védőruhában mehetnek be. Egy ózon generátorral gazdagodott az önkormányzat jóvoltából az Országos Mentőszolgálat Csengeri állomása. A készülékkel vegyszer használata nélkül környezetbarát technológia segítségével fertőtleníthetik az esetkocsikat. Mint Forrán Zsolt, Csenger polgármester elmondta, napokon belül a város valamennyi lakosa számára biztosítanak egy helyben gyártott szájmaszkot. Az országban nagyon sok mentőszolgált vásárol most ilyen ózongenerátorokat, egészségügyi szervezetek, de egyet tudtunk vásárolni, és a mai nap adtuk át ezt az eszközt. Azért fontos ez, mert ugye a csengeri mentősöknek nagyon sokat kell vonulni, rengeteg beteget kell szállítani, és nem lehet tudni, hogy ki fertőzött beteg, ki aki nem fertőzött beteg, és ezért mind az ő egészségükre való tekintettel, mind pedig akik betegeket szállítanak az ő egészségükre való tekintettel, fontos az, hogy folyamatos fertőtlenítés legyen ebben a gépjárműben. Ez mind a baktériumokat, mind a vírusokat megöli ez a szerkezet, és ezért gondoltuk ennek a fontosságát, hogy megvásárolja Csengerváros önkormányzata és a csengeri mentőszolgálat részére biztosítja. A csengeri cipőgyárral elkezdtük legyártatni 6000 masznak, a védőmasznak az elkészítését rendeltük meg, amely a napokban már kiosztásra is fog kerülni, tehát minden csengeri lakoshoz el fogjuk juttatni a saját házába, tehát nem kell feljönni, nem kell gyülekezni, nem kell csoportosulni sehon, hanem a kollégáim fogják eljutatni a lakásokhoz, és erről majd nyilván mindenkit tájékoztatni fogunk, de akár már most a napokon belül is, ahogy a gyár elkezdte gyártani, folyamatosan ki fogjuk vinni. Fenntartjuk a bentlakásos idősek otthonának a korlátozását, tehát kérjük továbbra is a kedves hozzátartozókat, hogy ne látogassák a bentlakókat, hiszen látogatási tilalom van. Megtiltottuk azt, hogy a bentlakók kijárjanak a településre, és természetesen kérjük a tisztelt lakosságot, ha továbbra is tudnak olyan időskorúról, akikről nem gondoskodnak, akiknek nincs hozzátartozójuk, vagy nincs házi segítségnyújtójuk, akkor feltétlenül jelezzék felénk az önkormányzat felé, és mi mindenféleképpen gondoskodni fogunk róluk. Én szeretném még egyszer megköszönni a tisztelt lakosságnak is a hozzáállását. Segítsünk egymáson azért, hogy minél tovább egészségesek tudjunk itt maradni, és reméljük, hogy ezt a járványt valamilyen szinten, ha elkerülni nem is, de lassítani tudjuk. Ezekben a napokban is nyugodt a légkör Tiszavasváriban, zavartalanul működik a város önkormányzata. Szőke Zoltán polgármester a jelenlegi veszélyhelyzetben egy személyben hozza meg a szükséges döntéseket. Tiszavasváriban jelenleg 120 millió forint értékben zajlanak különböző infrastruktúrális fejlesztések. Ezek kivitelezése azonban minden bizonnyal csúszik majd. A lehetőségeihez mérten Tiszavasvári is felkészült a koronavírus járvány elleni védekezésre. Tudtuk meg a közel 14 ezer lakossal rendelkező város első emberétől. Szőke Zoltán televíziónknak elmondta,
Az önkormányzat követi a belügyminisztérium által meghatározott rendkívüli jogrend előírásait, így jelenleg nem ülésezik a település képviselőtestülete. A városvezető beszámolt arról, egy személyben ő rendelkezik döntési jogkörrel, ám mint megtudtuk, a meghozott szükségszerű intézkedéseket minden esetben a képviselőtestület és a bizottságok véleményét figyelembe véve lépteti életbe. Az önkormányzat már korábban tájékoztatta a lakosságot arról, hogy látogatási, valamint kijárási tilalom lépett életbe a Tiszavasváriban működő szakosított ellátást nyújtó, valamint gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben. Szőke Zoltán hozzátette, az önkormányzat felelősségének érzi, hogy segítse a település idősebb lakóit, akik magasabb kockázatnak vannak kitéve a járvány időszakban. Ezekben a hetekben minden 65 év feletti lakos kérése elsőbséget élvez. Ők az önkormányzat központi telefonszámán kérhetnek segítséget szükség esetén. A polgármester megkérte az időseket arra, tartsák be a szükséges előírásokat, bevásárlással és a napi ügyek intézésével pedig lehetőség szerint bízzák meg fiatalabb hozzátartozójukat, ismerőseiket, szomszédjukat. Szőke Zoltán a városban uralkodó közhangulat kérdésében úgy fogalmazott, a körülményekhez képest nyugodt a légkör, és a lakosok felmérték a járvány veszélyeit. Mint mondta, hatósági intézkedésre eddig nem volt szükség, csupán egy ételosztás során kellett felszólítani a lakosokat az egymástól való nagyobb távolság betartására. A polgármester elmondta, a város előzetesen az elmúlt évtized legsikeresebb éveként számolt 2020-szal, összesen ugyanis mintegy 120 millió forint értékben kezdődhettek el fejlesztések az elmúlt hónapokban. A jelenlegi nehéz helyzetben ezek kivitelezése, mint a legtöbb település esetében, nehezebben halad, így mint azt megtudtuk, az átadások a vártnál később történhetnek meg. A városvezető kiemelte a találkozások terének megépítését, amely tiszavasvári központi területén nyújthat majd lehetőséget színvonalas szabadidős, kulturális és sportesemények megrendezésére. A gyerekek, fiatalok is féltik az idős embereket a koronavírustól. Arról, hogy hogyan élik meg az új helyzetet, kérésünkre videókat készítettek, melyekből összeállítottunk egy csokrot. A gyerekekkel együtt mi is arra kérünk mindenkit, ha tehetik, maradjanak otthon. Kedves nagymamák, nagypapák, és most az én nagyszüleimhez is szólok most. Eddig ti kértetek minket arra, hogy viselkedjünk jól, legyünk jók. Most viszont mi kérünk titeket arra, hogy maradjatok otthon, légy szíves, ne kockáztassatok. Gondoljatok ránk is, mint unokáitokra, hogy nagy szükségünk van még rátok, a tapasztalatotokra, a segítségetekre, a megértésetekre. Sajnos még mindig sok egy idős embert látunk az utcákon, a boltokban, maszk vagy éppen kesztyű nélkül. De értsétek meg, hogy ez a helyzet nagyon is komoly, nagyon könnyen terjed ez a vírus. És sajnos nagyon veszélyen van rátok, mint ránk is. De higgyétek el, nekünk se könnyű ezt feldolgozni, nem minden nap láthatunk titeket, ölelgethetünk meg, vagy puszilhatunk meg titeket. Nekünk is nehéz ezt még feldolgozni, de megpróbálunk vele együtt élni, és mi se sokat kimozdul éppen a lakásból. Úgyhogy, ha nem is magatok miatt, de azért miattunk tegyétek meg. Sziasztok, én Csanád vagyok, és a koronavírustól fogok beszélni. Arról, hogy úgy lehet megelőzni, hogy 20 másodpercig kezet mosunk szappannal. És úgy terjed a koronavírus, hogy ránk ugrál, és úgy klónozódik. És én otthon azt szoktam csinálni, hogy tablettezek, sütit sütök, és rajzolok, a tesómmal játszok focit, kézit, és a nagyszülőknek azt mondom, hogy ne menjenek ki, és ha mondjuk gyógyszerre és ételre vannak szüksége, akkor kérjük meg a szülőket. Maradjatok oda, haza, elpusztul a korona, sziasztok! Mi a koronavírus miatt mindannyian otthon vagyunk. Kérjük a néniket, a bácsikat, hogy ők is maradjanak otthon. Köszöntöm a kedves nézőket!
Több helyen útjavítási munkálatok Nyírpazony belterületén megkezdődnek az ütőkátyúknak a kijavítása, amit már szerda délután kezdtek, és folytatódnak a munkálatok egész hétvégéig, forgalomkorlátozás mellett dolgoznak. És egy új emúziós módszerrel javítják ki azokat a kátyúkat, amik bizony több esetben baleset veszélyessé tették az útszakaszon való közlekedést. Nagyon sok helyen, lakotelten belül és lakotelten kívül tartanak a burkolati jelek festése a megye területén. Elsőnek a megyecéghelye mintegy 5 helyszínen dolgoznak jelen pillanatban a burkolati jelfestők, illetve dolgoztak csütörtökön. A munkálatok folytatódnak péntek, illetve szombaton, forgalomkorlátozás mellett. És a magyar közút is dolgozik több helyen, szalagkorlátokat állítanak helyre lakotelten kívül. Nyilván a hófogó rácsokat már összeszedték, már alig-alig található benne főútvonalak mentén, de a magyar közút egyébként már befejezte téli ügyeletrendszerét, amiről egyébként már több esetben beszámoltunk. Egy közúti közlekedési baleset történt ma délelőtt a 41-es számú főútvonalon, napkor Sínyői csomópontban, amikor két személygépkocsi ütközött össze, a balesetben senki nem sérült meg, viszont rendőri intézkedés, illetve helyszínelés követte az eseményt, egy gépkocsit csak műszaki mentés segítségével tudtak a helyszínről elszállítani. A vasúttársaságok ellenőrzik folyamatosan a megye területén, a vasútközút szintbeli kereszteződésénél a vasúti átjárókat, és több esetben áramkimaradás volt az elmúlt napokban a Korányfies utca, illetve Záhonyi fővonalon, Sóstóhegynél, ezt is kijavították, és remélhetőleg a továbbiakban zavartalanul működnek a vasútközút szintbeli átjáróiban a vasúti berendezések. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra! Bennmaradó helyen tölti a kényszerszünetet a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK a Superliga 17. fordulójában hosszú szünet után győzelemnek örülhetett, és a Kazincbarcika elleni 5-3-as siker egyben azt is jelentette, hogy Finta Zoltánék elkerültek a kieső helyről. Következett volna az Ajka elleni idegenbeli mérkőzés, amely előtt a Tekeszövetség elrendelte a bajnokságok felfüggesztését. Nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, csonka bajnokság lesz-e, be lesz-e fejezve. Alapvetően, mivel még bajnokot csókabajnokságban nem lehet hirdetni, mindenképpen azon van a teke társadalom, hogy valamikor lejátszuk majd ezeket az elmaradt mérkőzéseket, míg 5 forduló lenne hátra a bajnokságból, amiből nekünk pont azok a mérkőzések következnének, amik akár a nyerhető kategóriába is tartoznak nagy részt, és itt tudnánk bebiztosítani mindenképpen a biztos bennmaradásunkat, tehát nekünk pont egy ilyen rossz időszak jött el most ilyen tekintetbe, de úgy gondoljuk, hogy ha netán nyáron sikerül ezeket a mérkőzéseket a vírus eltűnése után lejátszani, akkor tudnánk folytatni a bajnokságot, és hogyha netán nem is egy szeptemberi elsői megszokott indulással, hanem egy októberi eltolt indulással tudna a magyar bajnokság következő idénye indulni, akkor már az is egy elfogadható dolog lenne a tekézők számára, és szerintem a Tekeszövetség is megpróbál mindent megtenni, hogy ebbe az irányba tolódjon el mindenféle tekerendezvény. Itt nem csak a bajnoki mérkőzést érintette egyébként ez a koronavírus, hanem nagyon fontos magyar kupa mérkőzések, már a legjobb 8 közötti mérkőzések következtek volna, illetve ami óriási hagyománya tekébe az egyéni versenyeknek a lebonyolítása. Már itt az országos vidék döntő következett volna, és az ajkai meccs utáni hétvégén, azaz a múlt hétvégén Bátony terenyén kellett volna 5 nyíregyházi játékosnak is pályára lépni, akik már 20-ról kvalifikálni tudtuk magunkat erre a rendezvényre. A nyíregyházi játékosok amatőrök lévén és edzések hiány egyelőre a munkájukkal foglalkoznak, bár akad közöttük olyan is, aki már túl van egy házi karanténon. Hakker Dezsőnek volt egy családi útja még a járvány előtti napokban Hollandiába, és akkor hazakerült, már akkor tájékoztatták őket, hogy elrendelték az esetleges karanténba helyezését a családdal együtt, a gyerekeivel együtt. Így őt pont befolyásolta volna már a esetleges bajnoki szereplésen való részvétel. Úgyhogy ilyen szempontból meg azt nézzük, akkor picit jókor jött ez a megállás, de hál' Istennek Dezsőnek semmi, de semmiféle tesztje nem lett pozitív, úgyhogy abszolút megnyugodhattunk, és nagyon örülünk neki, hogy ha már elkezdődhetne végre az edzés, akkor ő is edzésbe tudna már állni. A városi stadiont a járványhelyzet miatt senki sem látogathatja, ezért értelemszerűen a tekecsarnok is tiltott területnek számít. Így egyelőre kérdés, hogy mikor vehetnek ismét tekegolyót a kezükbe a nyíregyházi játékosok.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 2-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!